Bakony Bél, a Mári út egyik központi állomása. És itt van egy a 19. század közepéből megmaradt polgári, mondjuk azt, hogy mindent bemutató ház. És ami legjobban megragadott, ez, amiben most ülök, ezt gondolkodó szintnek hívták. És a régen az ember, amikor este lett, akkor leült, végiggondolta a napját, imádkozott, és csak utána ment el aludni. És persze a nagy munka után az ember elfáradhatott és elaludhatott volna, de a szék úgy volt megcsinálva, hogyha álmos leszel és előre billelsz, a szék is előre billel, és abban a pillanatban felébredsz. Mert az régiek, azok még arra is gondoltak, hogy hogy is működik, nem csak a gondolatunk, a szívünk, a lelkünk, hanem hogy hogy működök én együtt mindennel, például még a gravitációval is, hogy éppen tudjak maradni. Na csak azért mondtam el, hogy rácsodálkozik az ember, én többször láttam ilyen széket, de nem tudtam, hogy gondolkodó széknek hívják, hogy ez a napnak az utolsó helye, ahol még átgondolom, hogy mit tegyek. Na ebből nekünk az a tanulság, hogy te végig gondolod ezt minden nap, hogy mi volt jó, mi volt rossz? Mert jó lenne, hogyha visszatérnénk legalább erre a szokásra. A napot végig gondoljuk, hogy boldoggá tettem-e valakit? Elvettem-e valakinek az örömét? Na, indulj el az úton.